Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az Ascendensben, kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok a következő hetekre, milyenek a mérlegjegyű emberek, milyen népszokások babonák voltak ebben az időszakban, milyen házi praktikákkal védekezhetünk az őszi megfázásokkal szemben, illetve ha már megfáztunk, hogyan kezelhetjük ki magunkat mindenféle komolyabb gyógyszer nélkül. Megtudhatjuk azt is, hogy hogyan szépülhetünk a természet erejével, és hogy miért hasznos a pilátesz a kismamáknak. Tartsanak velem! Most akkor figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy mi van írva a csillagokban erre az időszakra, illetve azok is, akik tudni szeretnék, hogy milyenek a mérlegjegyű emberek. Viszont a horoszkóp értelmezésénél ne felejtsük el, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Tehát ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. Kos. Még mindig túl sok időt tölt azzal, hogy megpróbálja kitalálni, ki mit gondol önről. Nincs ennek akkora jelentősége, mint ahogyan ön ezt gondolja. Mosolyogjon, már így is túl sokan tartják szomorúnak és mérgesnek. Bika. Minden jó úton halad, érdemes volt ezt a néhány változást meglépni. Örülhet a kisebb-nagyobb sikereknek, és azt is láthatja, hogy mennyit jelent egy kis akarat és összpontosítás. Ikrek. Hiszi vagy sem, nagyon szerencsés időszak következik életében. Nem kell megijedni az ismeretlentől, majd ebbe is belejön. Magánéletében nagy esélye van egy új szerelemnek, ami szinte, mint egy nyári vihar, úgy lép be az életébe. Rák. Még mindig ott vannak kihasználatlan lehetőségek, amikre ügyet sem vetett. Munka karrier tekintetében több változást is tartogatnak, de ezek nem mindegyikével tud élni, viszont simogatják a lelkét, hogy pont önnek adatik meg az esély. Oroszlán. Sok apróság miatt mérgelődik fölöslegesen. Ezekkel egy óránál többet nem lenne szabad foglalkoznia. Mindennek megvan az értéke, jelentősége. Az apróságok helyett tehát sokkal jobban teszi, ha fontosabb dolgokkal foglalkozik. Szűz. Utazásra kap lehetőséget, aminek alapból lehet, hogy örülne is, de most valahogy nem érzi a késztetést, hogy olyan nagyon menne. Ha az élet adja a lehetőséget, akkor ki kell használni, hiszen eddig hányszor indult volna már útnak, de nem tehette meg. Mérleg. Úgy érzi, eljött az ideje a nagy takarításnak, lakásátrendezésnek. Amikor már az első pakolási napon túl lesz, korántsem fogja olyan jó ötletnek tartani, de ha már belekezdett, nincs visszaút. Skorpió. Ugye, érdemes volt kicsit türelmesebbnek lenni és összeszednie magát. Olyan új kezdethez érkezik, amiről sokan még álmodni sem mertek. Csak ne keseredjen el, haladjon a megkezdett úton, a nehézségeknek is meg lesz a jutalma. Nyilas. Nagy döntések előtt áll. Menne is, maradna is. Vajon érdemes a biztosat egy bizonytalan, de sokkal ígéretesebbért feladni? A választ majd csak az idő fogja erre megadni. Most cselekedjen, ha már döntött. Bak. Előfordul, hogy az embernek kissé engednie kell, még akkor is, ha az egója más diktál. Vannak esetek, amikor bármilyen is a testhelyzetünk, a lélektérdre kényszerül. Vízöntő. Sokáig akarja még ezt az állapotot fenntartani? Kár, hogy arra vár, hogy az ön hibáját mások hozzák helyre. Ha tenne lépéseket ennek érdekében, akkor a másik fél is engedne, és félúton találkozhatna akaratuk. Halak. Most már megbánta a lépéseket, amiket első felindulásban tett. Már nincs visszaút, és hiába is szaladgál mindenhova, elkésett. De ha hajlandó a kompromisszumokra, akkor megegyezhet a másik féllel, viszont ne felejtse el rögzíteni ezt. A mérleg megint egy művészi jegy, vénuszi jegy, neki a társa fontos, a másik ember. A kitűnő diplomata. Ha én nekem valamit el kellene intéznem, vagy intéztetnem még inkább, biztos egy mérleget bíznák meg. Tudom, hogy ő nem csinálja meg, de megtalálja azt az embert, aki helyette, illetve helyettünk a legjobban, a legcélra törőbben megoldja és megcsinálja. Kiváló diplomata, mindenkivel el tudja fogadtatni a saját nézeteit, és fontos neki az, hogy észrevegyék őt és amit csinál.
Nem érdemben felül, rossz mérleg, igen. De az átlag és a jó mérleg csak annyit, amennyit megérdemlek, feltétlenül figyeljenek rám, méltányoljanak. Dr. Pál István ismét segít nekünk abban, hogy emlékezzünk a régi szokásokra, régi babonákra, néphitekre, illetve az ekkor megtartandó ünnepekre. Októberben már a szüret egy részén túl vagyunk, a betakarítás egy részén. Jobban ráérnek az emberek egymással foglalkozni, illetve a néphitekkel, babonákkal. Igen, természetesen, hiszen általában már nem kell minden nap kimenni a szántóföldekre, a rétekre, a legelőre az állatokkal, hanem jobban hosszabbak az éjszakák, tehát kevesebb nappali idő jut az embereknek a tevékenykedésre. Sokkal jobban ráérnek foglalkozni saját magukkal, a megtermelt termékeknek a feldolgozásával is. Érdekes, hogy azt szokták mondani, hogy az októberi időjárás az a március időjárással vethető össze, tehát amilyen idő van októberben, akkor azt várható márciusban is. Van még azonban két olyan pásztor, juhász ünnep, ami a gazdasági év lezárásaként értelmezhető. Azonban ez érdekes módon ellentmond annak, hogy a legutóbbi adásban is említettük Szent Mihályt, amikor már elbocsátották a pásztorokat, a fogadott cselédeket. Október 20-a viszont vendelnapja, ami az összes állattartónak, juhászoknak, kondásoknak a ünnepnapja. Tehát olyan, mint a szüret utáni szüreti bál, ami olyan újabbkori találmány, amikor az emberek örülnek annak, hogy véget ért egy bizonyos időszak, véget ért egy termésnek vagy terméknek az ideje, le lehet számolni vele. A juhászoknál is ez van, hogy na, végre behajtottuk az állatokat, jön a tél, már nem kell kinn lenni a szabadba velük, és ilyenkor nagy mulatozásokat csapnak kocsmába, faluba, a gazdáknál, akik hosszabb ideig megfogadták őket. Ilyenkor az állatok is ünnepelnek, nem hajtják őket dolgozni, nem kell nekik szántani, általában finomabb ételeket, tehát dupla abrakot kapnak, vagy friss szénát kapnak, füvet kapnak enni, tehát őket is megkímélik. Nem különbözik ettől az október 26-a dömötör napja sem, azonban valamiben szűkebb társaság, csak a juhászok ünnepelnek ezen a napon. Ők a juhaikat ilyenkorra már valóban behajtották a legelőről, bár azt szokták mondani, hogy október végén, dömötör napján már zenélnek a juhászoknak, táncolnak a juhászok, mert bejöhet olyan hidegebb időszak, ami nem csak a juhászokat, tehát a szabadban lévő embereket, hanem az állatokat is megviseli. Ezzel ér véget az október, kezdődik a november, mégpedig egy olyan jelentős dátum a november 1-e, ami a Mindenszentek napja és 2. a halottak napja, amelyet általában az emberek nem választanak el egymástól, hiszen nem csak ezen a két napon, hanem már az előkészületek során a távolabb élő rokonok is elmennek a elhunyt szeretteik sírjaihoz megemlékezni róluk, és érdekes módon átalakult ez a két ünnep, és egybe folyik a mostani megítélésük, hiszen nem külön halottak napja és minden szentek napját, hanem minden szentek napját vagy halottak napját említenek csak. Ilyenkor a temető megélénkül, ha máskor nem, akkor legalább egy évben egyszer erre az alkalomra meglátogatják a rokonok azokat a sírokat, amelyekkel egész évben csak gondolatban foglalkoztak. Érdekes hiedelmek fűződnek ehhez a naphoz, hiszen ilyenkor ezeken a napokon nem szabad szántani például kertet ásni, mert úgy vélték, hogy ezzel megzavarják a halottaknak a nyugalmát. Nem szabad az asszonyoknak mosniuk, mert úgy tartották, hogy akkor a halottaik is vízbe fognak ázni. Érdemes évfélkor kivárni a temetőben a harangzúgást, mert állítólag ekkor találkozhatnak az elhunyt hozzátartozóikkal az emberek. Nálunk
Ez a két nap általában a szomorúságé, de ugyanakkor az emlékezésé is, szemben mondjuk a egyes dél-amerikai országokban, ahol hatalmas ünnep. Mert ilyenkor nálunk is előfordul, hogy terítenek az asztalnál, a halottnak külön kirakják az ételadagját, mert úgy tartották, hogy velük együtt az asztalnál helyet foglal. Dél-Amerikában viszont szinte egy báli mulatságot tartanak a temetőben, énekelnek, isznak, esznek, táncolnak, tehát teljesen más habitusú keresztény emberek teljesen másféleképpen emlékeznek meg erről a napról. Mazák Katalin most sem hagy minket szépülési tanácsok nélkül, és most is, mint mindig, elég, ha a konyhába, kamrába körülnézünk, találunk valamit, amitől szebbek lehetünk. Milyen szépségápolással kedveskedünk a hölgyeknek? Igazából a kézről nem is nagyon sokat szoktunk beszélni. Azon kívül, hogy bekrémezgetjük, vagy elmegyünk manikűröshöz, milyen problémákra tudunk házi szereket? Ugye lehet nagyon kiszáradt a bőrünk, a bőrfelület. Általában egy zsírosodással kevésbé szokott probléma lenni, hiszen nagyon sok vegyszer éri, nagyon sokat áztatjuk mindenféle anyagban a kezünket, és ezáltal inkább igénybe vett és száraz szokott a kézbőre lenni, tehát itt a táplálás, a hidratálás lesz az elsődleges feladat, illetve az idő előre haladtával, valamint napfénykáros hatásai kapcsán különféle pigmentációs problémák is felléphetnek, illetve háztartásban tevékenykedve is összehozhatunk egy-két sérülést, aminek kapcsán akár pigmentációs problémák is maradhatnak hátranyomként. És akkor mit tudunk ezekkel kezdeni otthon? A mai nap folyamán egy citromos, sütőporos halványító pakolást fogunk elkészíteni, illetve egy kézmasszázsal fogunk zárni. A sütőpor, hát ez érdekes. Mit fog vele csinálni? Picit a sütőport a citromlével felfuttatjuk, és ez egy nagyon jó fehérítő elegyet tud létrehozni. Egy pár percig hagyjuk a bőrön, mert azért, aki kevésbé bírja a savas kémhatású dolgokat, akkor oda kell erre figyelni. Egy picit bedunsztoljuk, majd ezt követően bővízzel leöblítjük, és utána jöhet egy akár kézkrém, akár egy masszázs. Mikor észlelhetjük, tehát már az első kezelés is hoz látható hatást? Annyit fogunk észrevenni, hogy nyilván a citromot, hogyha magában is felrakjuk, egy kicsit világosabb utána közvetlenül a bőrünk, de hát ez még nem hoz olyan eredményt. Hetente ismételve egymás után több alkalommal tud egy picit halványítani. Nem azt mondom, hogy teljesen el tudja tüntetni a dolgokat, de egy kicsit homogénebb szín lesz a végeredmény. Mi az, amire figyelni kell? Arra, hogy semmilyen sérülés ne legyen a kezünk bőrén, ahol az anyagot alkalmazzuk, hiszen savakról beszélünk, és az marhat, csíphet, hogyha egy sérült bőrfelületre visszük fel az anyagot. Van-e, akiknek nem ajánljuk? Bármelyik összetevővel kapcsolatos allergia esetén természetesen nem ajánlott, illetve azt az összetevőt cseréljük ki esetleg valami hasonló dologra, amivel nincs problémánk, vagy pedig elhagyhatjuk a pakolásból azt az anyagot. A masszázsnál mivel érdemes masszírozni, ami esetleg segítheti a hatást, vagy hosszabbíthatja az átmenetileg elért eredményünket? Ha van időnk masszázsra, akkor természetesen, de nem szükséges masszírozni, tehát simán csak bele dolgozhatjuk a kézbőrébe, ezt követően az olajat és a felesleget leíthatjuk a kezünkről. Ott pedig szabadon választott ki, milyen ápolóanyagot szeret leginkább. Most jelenleg egy kókuszolajat választottam jojoba olajjal, és ahhoz egy pár csepp levendula olajat cseppentettem, aminek a nyugtató hatását fogjuk kihasználni. Most, hogy már hűvösebbre fordult az idő, elég könnyen meg tudunk fázni. Persze ez még nem az igazi téli influenza, de ez sem kellemes. Hogy hogyan kerülhetjük ezt el, hogyan lehet megelőzni, illetve ha már megkaptuk, milyen házi praktikák segítségével tudunk minél előbb kilábalni, ebben ad nekünk tanácsokat dr. Bak Judit, fülorgégész.
Elmúlt a meleg, jönnek a hűvösebb idők. Néha még reggel nehezen tudjuk eldönteni, hogy kabát, pulóver mi legyen, mert hűvös van, viszont napközben meg már lekívánkozik rólunk. Ilyenkor könnyen megfázunk. Mit tehetünk, hogy ne vegyen le nagyon a lábunkról ez a meghűlés? Először is rétegesen öltözködjünk, hogy le tudjuk kapkodni magunkról azt, ami felesleges. A másik dolog, hogy nyugodtan el lehet kezdeni már nagyobb dózisban szedni a C-vitamint, vagy bármilyen multivitamin készítményt, hogy az immunrendszerünket egy kicsit felkészítsük a fertőzésekre. Sokféle házi praktika létezik, sokan sokfélére esküsznek. Gyakorlatilag bármilyen olyan készítmény, amiben antibiotikum van, vagy nagyobb dózisban vannak antioxidánsok, azokat nyugodtan lehet fogyasztani. Tehát jött a fokhagymás méz is, a hagymás méz, grapefruit cseppek, bármi ilyesmi nyugodtan lehet, és hát természetesen vannak speciális immunerősítő készítmények. Gyerekeknek szoktuk ajánlani, hogy akiket különösen beszokatnak a bölcsődébe, óvodába, őnekik érdemes ilyen immunerősítőket beszedni, hiszen az immunrendszerük nagyon komolyan igénybe lesz véve a közösségben. Ha már megkaptuk, akkor mit tehetünk? Rohanjunk orvoshoz gyorsan, minél hamarabb szedjünk gyógyszert rá, vagy próbálkozzunk még praktikákkal? Ha megfázásról van szó, akkor teljesen felesleges gyógyszert szedni, felesleges orvoshoz rohangálni. Ugye orvosi beavatkozás ellenére is meggyógyul ez a betegség. Ilyenkor érdemes bőfolyadékot, tehát langyos vagy meleg teát, vitamin pluszba szedni, és igazándiból másra nincs is szükségünk. Nagyon jók azok a készítmények, amik valamilyen non-szteroid gyulladás csökkentővel vannak, illetve C-vitaminnal vannak kombinálva. Ezeket nyugodtan bedobhatjuk, és hogyha 3-4 nap alatt sem megy le a lázuk, vagy nem javulnak a tünetek, a vizes orrfolyás ugye gennyessé válik, akkor kell felkeresni a házi orvost. A láz. Sokszor szoktam ismerőseimmel vitázni, hogy mikortól kell láz csillapításhoz fordulni, tehát mikortól csillapítjuk a lázat. Ez hogy ajánlott igazából? Hogyha a hónaj alatt mérjük, akkor 37-5-től van gyakorlatilag láz. Most általában azt szoktuk mondani, hogy onnantól kezdve már be lehet venni egy lázcsillapítót, hogyha valakinek nagyon magas, tehát 39 feletti láza van, akkor egyértelműen muszáj. Általában 6 óránként szoktuk bevenni a lázcsillapítót, hogyha nagyon magas a láz és nem igazán ment lejjebb, akkor 4 óránként különböző készítményeket variálva lehet adagolni a lázcsillapítást, és ha ez sem segít, akkor hidegvizes fürdőt kell venni. Természetesen létezik lázgörcs, létezik olyan, hogy nem akar lemenni szájon keresztüli készítményektől. Ilyenkor ki kell hívni az ügyeletet, hogy be kell menni az ügyeletre, hogy a lázát csillapítsák. Nagyon sokszor én is így jártam, amikor kicsik voltak a gyerekek, ugye beadom a gyógyszert, és akkor fél óra múlva már mérem, hogy még mindig nem ment le. De amikor tényleg nem megy le a hűtőfürdőt, hogyan kell szakszerűen? A gyereket beültetjük egy kevéske hideg vízbe, és folyamatosan engedjük rá a vizet. Nyilvánvalóan nem lehet jéghideg vizet, tehát azért nem 10 fokos vízzel fogjuk kínozni a gyereket, de ilyen 20 fok, 22 fokos, esetleg 24 fokig tartó hőmérsékletű vízzel nyugodtan lehet hűteni a gyerek testét, de sokkal egyszerűbb, hogyha hidegvizes lepedőbe csavarjuk bele, és akkor nem kell azzal kínozni, hogy elcipeljük a fürdőkádba, engedjük rá a vizet, bele kell ülni a hidegvízbe, hanem ezzel a hidegvizes lepedővel tekerjük be. Amikor a kisgyerekeknél azt halljuk, hogy nem tudja abba hagyni a köhögést, ilyen ugatósan köhög, akkor azért megijed a szülő. Mi a teendő? Most az ugató jellegű köhögés valóban ijesztő és valóban veszélyes is. Azoknál a gyerekeknél, akiknél ez rendszeresen előfordul, a szülők már elég jól felkészültek, tudják nagyon jól, hogy vannak olyan szteroidos kúpok, amiket otthon kell tartani és be kell adni ilyenkor. Természetesen a sósvizes inhalálás, intézményen belül a szteroidos inhalálás nagyon hatékony tud lenni. Azok a krúpos gyerekek, akiknek volt már ilyen, őket ki kell vizsgálni. Tehát ez nem kérdés, el kell szakorvoshoz hozni, gyerekgyógyászhoz, fülorrgégészhez, és mi majd meg fogjuk mondani, hogy milyen eredetű ez tulajdonképpen, és hogy mit kell vele csinálni. Azért az egyszerűbb esetekben nem kell minden köhögésnél rohanni rögtön az orvoshoz. Egyszerű száraz köhögésnél nagyon jót tesz, hogyha sósvizes inhalálást csinálnak, vagy hideg pároloktatással, tehát egy pároloktatógéppel, vagy szalvuszvizet felmelegítenek, és annak a gőzét szívja be a gyerek.
nagyon hatékony tud lenni, ilyenkor még egy kis köhögés csillapítót is lehet adni, csak ne adjanak hozzá nyálkoldót. Az a baj, hogy egyszerre szokták a nyálkoldót és a köhögés csillapítót adni, és a kettő üti egymást, tehát a kettőt egyszerre nincs értelme adni, hogyha produktív a köhögés, tehát feljön a váladék, akkor érdemes a nyálkoldót adni reggel és délben, és akkor azt szépen felhozza, jobban megköhögteti a gyereket, nem kell megijedni tőle, mert sokkal jobban fog köhögni, de az a lényege, hogy feloldja a váladékot, és jöjjön ki az a váladék, köhögje ki, és akkor estére viszont lehet neki adni egy kis köhögés csillapítót, hogy tudjon aludni. Pilatesről beszéltünk már műsorainkban. Aztán kiderült, hogy kismamáknak is létezik Pilates. Vajon hogyan segíti nekik ez a terhességüket, illetve a terhesség alatt hogyan végezhetők ezek a gyakorlatok? Kígyós Valéria mindjárt el is mondja nekünk. Mi is a Pilatesnek a lényege? A Pilates alapvetően egy rehabilitációs célra létrejött mozgásforma, tehát az volt a kiinduló elve Pilatesnek, hogy azokat az embereket, akik valamilyenféle mozgásszervi bajban szenvednek, azokat is tudjuk rehabilitálni, átmozgatni. Ez kinőtte ma a napság, ma már egy külön önálló mozgásformával magát. Itt első körben a mélyizmokról beszélgetünk, a mélyizmoknak az előhozataláról, illetve elősítéséről. Elsősorban gerincstabilizáló izmokról is szót ejtünk, illetve azokra helyezzük a főleg a hangsúlyt. De én azt szoktam mondani minden ideérkező vendégemnek, hogy tokától bokáig minden izmot átmozgatunk minden órán. És ebből az átmozgatásból ez abból áll, hogy nincs pulzusemelés, ez egy lassú, kímélő mozgásforma, főleg izületet kímélve tesszük ezt meg, de kitartott mozgásformáról beszélünk. Nagy hangsúlyt helyezünk a koncentrációra, tehát minden egyes mozgásfolyamatot úgy indítunk el, hogy az koncentráltan, tehát egy tudatosságot belevéve tesszük ezt meg, és a másik nagy hangsúly pedig az erőközponton van. Az erőközpont ebből a szempontból pedig a köldököt jelenti, a hasfalnak a tartását, a hasfalnak az edzettségét. Úgyhogy alapvetően ez egy kíméletes, de ugyanakkor mégis nagyon hatékony mozgásforma tud lenni, és főleg azoknak szoktam ajánlani, akik tulajdonképpen nem ezeket az aerob mozgásokat szeretik. Kismamáknak hogyan lehet ezt átírni, ezt a Pilateszt, hiszen eleve az, hogy az erőközpont, a hasfal tartása nem káros magára a magzatra? Hát pont ezért különleges ez a mozgásforma, tehát ugye én azt szoktam mondani, mert én 3 gyermek szülése után vagyok, tehát tudom, hogy milyen az a más állapot. A más állapot már alapvetően igénybe veszi a női szervezetet, hiszen egy magzatnak a kifejlődését követhetjük figyelemmel, illetve a saját testünk követi ezt nyomon. De ugyanakkor, hogyha még belecsempészünk egy pici mozgást is, akkor ez nagyon jótékonyan tud hatni. Nem csak a kismamára, hanem magára a magzatra is. A különbség a rendes pilates és a kismama pilata között alapvetően abban van, hogy magát az erőközpontot, mint a hasfalnak a feszességét kiiktatjuk. Tehát ilyenkor a kismama ezt a fajta testtudatosságát egy kicsit figyelmen kívül hagyja. Egy izolációt hajt végre tulajdonképpen olyan szinten, hogy nem kell odafigyelni a hasfalára, de ugyanakkor a hasfalnak az edzettségét mégis előtérbe hozzuk, mert azok a kismamák, akik jártak korábban is Pilatesre, járnak kismama Pilatesre, azok a szülés folyamán is, meg később a rehabilitációnál is azt veszik észre, hogy sokkal hamarabb létrejön az, hogy egy kicsit hamarabb visszanyertem a régi alakomat, visszanyertem azokat az izomtónusokat, amik korábban voltak. Vannak gyakorlatok, amiket nem végeztettünk, tehát most mondok egy példát, 36.-7. hétig nem googoltatunk kismamát, viszont utána már ajánlatos, ugye ott már a szülés elő, vagy a szülés közeli állapotba kerül a kismama, és akkor például ez már lehetséges. Mondok egy másik példát is, 37. hét vagy 36. hét után már nem fektetjük anyatt a kismamát. Tehát vannak olyan gyakorlatok, amiket meg kell tanulni, hogy mikor melyik trimeszterben, mikor mit alkalmazunk. És akkor ilyenkor bizonyos fázisban tartó kismamák jönnek egy csoportba, vagy vegyesen? Hát az lenne a legideálisabb, ha ezt meg tudnánk oldani, de ugye a mai világban a kismamák még dolgoznak, úgyhogy Isten igazából itt az idő, ami behatárolja ezt. Nem, itt most nekem hál' Istennek úgy jött össze a csoportom, hogy mindenki ilyen 22-24 hetes terhességi szakaszában van, úgyhogy, de annak megfelelően, amikor mi csináljuk ezeket a gyakorlatokat, akkor figyelembe veszem, hogy ki melyik trimeszterben, hanyadik hétben tart. És annak megfelelően könnyítem, vagy nehezítem éppen féleséggel a feladatokat. Ezért dolgozunk kis létszámmal, tehát itt nem is az a cél, hogy egy ilyen 20-as, 30-as tömeges csoportot létrehozzunk, hanem az a cél, hogy kevesebb létszámmal, nagyobb odafigyeléssel, és mindenkire fókuszáltan tudjak odafigyelni.
Van-e valami olyan helyzet, amikor már nem jöhet, vagy egyáltalán nem jöhet pilátesre a kismama, mondjuk például egy farfekvéses babával? Én azt szoktam javasolni, hogy azok a kismamák, akik előtte, tehát a várandóság előtt sem sportoltak, várjuk meg a 15. hetet, amikor ugye a placenta beágyazódik, és azt mondja az orvos is, hogy minden rendben van, akkor kezdjünk el egy könnyedebb mozgásformára váltani. Ilyenkor én ajánlani szoktam, hogyha előtte nem mozgott a kismama, akkor vagy a jogát, vagy magát a kismama pilateszt. Hogyha pedig előtte is aktívan sportolt, akkor folyamatosan végezhető továbbra is a sport, de természetesen egy kevesebb intenzitással, és akkor is jobb, hogyha átváltunk egy kis mama pilateszre, ami ugye a törzstartó, tehát a tartóizmokat fogja erősíteni, elsősorban a tartáshibákat, illetve a háttal kapcsolatos deformitásokat próbáljuk meg korrigálni, ugye ez egy fokozott igénybevételnek van a várandóság során is kitéve. Nagy hangsúlyt fektetünk a hasfalnak az erősítésére, hogy későbbi regeneráció az minél könnyebben lezajlik, illetve az ízületi problémákra. Tehát olyan dolgokat hozunk egy kicsit előtérbe, ami egyébként is megvan a hétköznapok folyamán, de hogy nő a hasa a kismamának, nő a vele együtt a magzat, tehát ezáltal még fokozottabban van igénybe véve a gyermek vagy a szülőanyának a szervezete. Tehát ezért azt szoktam javasolni, hogy aki előtte nem sportolt, az 15. hetet betölti, az orvos minden rendben talál, akkor jön, és bátran sportolhat. Heti egy-két alkalommal egy 40-45 perces mozgás ajánlott, aki pedig előtte is sportolt, az akár napi rendszerességgel is látogathatja az órákat, ha az ideje és energiája megengedi, és akkor onnantól kezdve a 40. hét betöltéséig bátran végezhető az a mozgásforma. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!